Egész Pest megye lakosságát képviselve vehették át a magyarok kenyerét Tura város vezetői 2015. augusztus 20-án reggel a város határánál. A nemzeti összefogás szimbolizáló kenyeret dr. Péter Mihály, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Budapesti és Pest megyei szervezetének elnöke adta át Szendrei Ferencnek, Tura város polgármesterének. Megsütöttük azt a kenyeret, amelyet a Pest megyei gazdák búzájából őrültettünk az aszódi hengermalomba. És ezt én jelképesen szeretném átadni neked, mint település vezetőnek, mint a Települési Agrárgazdasági Bizottság vezetőjének is, hiszen a ti búzátok ugyanúgy benne van ebben a szemben, és szeretném, hogy ezt elfogadnátok, és a Szent Mise után pedig a kenyér megáldását követően meg is osztanánk az ünneplő közösséggel. Fogadjátok sok szeretet. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Tisztelt elnök úr, kedves Mihály, én szeretném a magam és Tura város nevében megköszönni azt, hogy bennünket választottatok a mai ünnep helyszínéül. Ez egy hatalmas dolog Tura városának, mint Tura a Galgamente fővárosa, mondhatjuk így nyugodtan, jelentős részben mezőgazdaságból él. Ez a turai embereknek egy olyan jelkép, ami még itt nem volt Tura városában, és egy olyan erőt ad mindennapjainkhoz, hiszen nagyon sok család él mezőgazdasági termelésből. A magyarok kenyerét lovaskocsin vitték a turai nagyboldogasszony templomba, amely a legméltóbb volt a Szent István napi miséhez. A Szent Misét a Magyarok Kenyere program hivatalos Pest megyei ünnepi rendezvénye követte. Az ünnepélyes bevonulást követően Paja János plébános celebrálta az ünnepi szentmisét, melyen több százan vettek részt. A prédikációban arra hívta fel a figyelmet, hogy Szent István olyan útmutatást adott a nemzetnek, amit a ma emberének is követnie kell. Kedves testvérek, aprócska gyertyaszál, vagy gyertyafény. A sötétségben mekkora fény tud adni? Aprócska gyertyafény, minden szentnek az élete ebben a világban. Egy kis gyertyának a lángja abban a sötétségben, amelyben a világ élt. Szent István királyt is azért adta az Isten nekünk magyaroknak, hogy abban a pogány tengerben egy gyertyaszálként világítson. Egy gyertya semmit sem ér, vagy legalábbis nem sokat egy ilyen barlangban, a sötétségben. De azt tudjuk tapasztalatból, hogy minél sötétebb valami, annál inkább látszik a pici fény is. A Szent Mise befejeztével Seres Tünde, a Turai Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár intézmény vezetője Szent István intelmeivel nyitotta meg az augusztus 20-ai ünnepséget. Ha a királyi koronát meg akarod becsülni, legelőször azt hagyom meg, tanácsolom, illetve javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy a katolikus és apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak példát mutass, s valamennyi egyházi személy méltán nevezzen igaz, keresztény hitvallású férfinak. Szendrei Ferenc, a város polgármestere ünnepi beszédében a múlt és jelen között húzható párhuzamot emelte ki. Komoly példát vehetünk Szent István király tetteiből is. Ő törvényeket alkotott, és nem csak alkotott, de be is tartotta.
meghonosította a kereszténységet, és azt az állam támaszává tette. Rendet alkotott, és be is tartotta. Mi is úgy érezzük, hogy a szabadság felé a határozott önkormányzati vezetés, mások megbecsülése, és Turán keresztül a hazagyarapítása vezet. Ezt üzeni számunkra Szent István király ünnepe, és Tura vezetése ma ezek szerint akar dolgozni. Hiszem azt, hogy csak ilyen elvek mentén tudunk életképes, erős és fejlődőképes településsé válni, így tudunk támasza lenni országunk fejlődésének is. 2015-ben 5. alkalommal szervezték meg a Magyarok Kenyere programot, amelynek keretében az ország összes megyéjéből, megyei jogú városaiból, kisebb településeiről, valamint a Kárpát-medence magyar lakta településeiről felajánlott búzát gyűjtötték össze, majd őrölték meg. Az így létrejött összmagyar lisztből készült el a Magyarok Kenyere, vagyis a Szent István napi ünnepségekre szánt augusztus 20-ai nagy kenyerek, köztük a Turán átadott is. Dr. Péter Mihály ünnepi köszöntő beszédében azt is kiemelte, hogy a Magyarok Kenyere program egyben karitatív célú is. 2011-ben az első évben az összegyűlt 10 tonna búzából készült liszt nagy részét Böjte Csaba által vezetett Dévai Szent Ferenc alapítvány kapta. Így 2300 gyermek számára sikerült biztosítani a kenyeret. Csaba testvér könnyes szemmel mondott köszönetet az adományért, és azt ígérte, én ezt a lisztet gyermekmosolyra és magyar szóra fogom változtatni. 2012-ben az előző évi búza adományait sikerült megduplázni. A következő évben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is csatlakozott a kezdeményezéshez, amelynek hatására megötszöröződött a mennyiség, és 100 tonna búzát sikerült összegyűjtenünk. 2014-ben ez a mennyiség már elérte a 220 ezer mázsát. Idén pedig 350 tonnát gyűjtöttünk össze. A nagyobb adomány további több rászoruló szervezethez tudott eljutni, így a Dévai Szent Ferenc Alapítványhoz, a kárpátaljai gyermekekhez, az Oltalom Egyesülethez és különféle gyermekvédelmi központokhoz. Tóth István, a Galgamenti Mezőgazdasági Kft. Elnöke a 2015-ös év búza terméséről adhatott számot, majd átadta a megáldott kenyereket Szendrei Ferenc polgármesternek, aki a testvértelepülések, a helyi egyház, az önkormányzati intézmények és az időskorú helyi szervezetek képviselőinek továbbította azokat. Mi Turán a Galgamenti Kft.-ben 678 hektáron termeltünk az idén búzát, a 678 hektáron 3267 tonna termett, és szeretném mondani, hogy ennek a búzának viszont 95%-a malmi minőség. Ezt a búzát, amelyből természetesen adtunk a Magyarok Kenyeréhez is adományt a település és a társaságunk nevében, ezt a búzát magyar malomnak értékesítettük, és magyar malom fogja feldolgozni. A műsort a felvidéki származású énekművész és operaénekes Szeredi Krisztina előadása tette még emelkedettebbé. A művésznő magyarságról, hazaszeretetről szóló énekei ugyancsak a nemzeti összetartozás érzését erősítették az ünneplőkben. Az ünnepélyes kivonulást követően a turai pékségek termékeit kóstolhatták meg a vendégek a templom mellett.